Szeretnék rövid polgármesteri beszámoló keretében tájékoztatást adni az elmúlt hónap fontosabb eseményeiről, közérdeklődést igénylő, vagy érdeklődésre számot tartó ügyeiről. Elsőként a népszavazás kapcsán egy rövid visszacsatolás október 2-án az ország is és Rákos mentén is népszavazás zajlott le. Azzal a kérdéssel kapcsolatban foglalhattak állást a Rákos mentiek, hogy kívánják-e az országgyűlés engedélye nélkül, hogy az Európai Unió betelepítési kvóta szerint Magyarországra a migránsokat telepítsen. A 17. kerületben a részvétel átlag feletti volt, ugye az országos 43,35% a budapesti 39,43%-hoz képest, ugye 42,79%-os részvétel volt, tehát a budapesti átlaghoz képest voltunk jobbak. Nyilván a részvételi arány lehetett volna magasabb is. Ennek az apropóján szeretnék köszönetet mondani minden választópolgárnak a 17. kerületben, aki élt a választó jogával, és elment és gyakorolta állampolgári jogait, és részt vett ezen a népszavazáson. Összességében a 42,79%-os részvétel mellett 38,81% a választópolgároknak szavazott érvényesen, és ebből az érvényes szavazatokból 98,29% volt nem szavazat, és 1,71% igen szavazat. Nagyon komoly apparátust vett igénybe a népszavazás megszervezése. A hivatal részéről 197 fő kollégáink, jegyzőkönyvvezetők, információs segítséget nyújtó kollégák és a választási iroda tagjai voltak ebben a 197 főben. A szavazatszámon a bizottságokban 453 fő ült, vagy képviselőtestület által delegált, vagy pártok által delegált bizottsági tagként. Azt mindenképpen szerettem volna itt elmondani, hogy a polgármesteri hivatal munkatársaira büszkék lehetünk, ugye, és a jegyzőkönyvvezetőkre, illetve a bizottsági tagokra is büszkék lehetünk, hiszen a 23 kerület közül elsőként Rákosmente rögzítette az eredményeket, és tudta lezárni a népszavazással kapcsolatos számláló munkát és az eredménynek a regisztrálását, tehát gyorsan és hatékonyan dolgoztak, jegyzőasszonynak gratulálok, és a csapatnak is egyaránt. Tisztelt képviselőtestület, szeretnék tájékoztatást adni két fontos útfejlesztési projektnek a jelenlegi állásáról. Ezeket kiemelten kezelném, mert mind a kettő nagyjából olyan 25 éves célja a képviselőtestületnek, az önkormányzatnak, és aktuálisan időnként fontosnak érzem, hogy megosszam ezekkel kapcsolatos fejleményeket a képviselőtestülettel és a nyilvánossággal. A Ferihegyi út továbbépítéséről és a Keresztúr és a Cinkotai út összekötéséről lesz most szó. Ugye a Ferihegyi út továbbépítése kapcsán mindenki gondolom, hogy jól tudja, egy 2,3 km hosszú utat épít az önkormányzat, amelynek célja, hogy a Baross utcát, amely Rákoshegyet keresztülszeli, ugye egy keskeny 11 méter széles útról van szó, tehermentesítse, és a forgalmat, az átmenő észak-déli irányú forgalmat erre az új útra terelje, ezáltal egy élhetőbb környezetet biztosítson a rákoshegyieknek. Az út első fele elkészült még 2013-ban, a forrás, ugye költségvetési forrás volt, még országgyűlési képviselőként költségvetéshez benyújtott módosítók útján sikerült megszereznem erre összességében 1,3 millió forintot. A második ütem kapcsán viszont számos nehézséggel kellett megküzdenünk, amelyeknek most már a javarészén hál' Istennek túl vagyunk. Néhány hónap ezelőtt jelentettem be itt a testület előtt, hogy túl vagyunk a tulajdonszerzésnek a hosszú többéves rögös útján. Az önkormányzat közel 400 szerződést kötött, rengeteg tulajdonossal kellett megegyeznünk, fölkutatni őket, vagy az örököseiket, hagyatéki eljárásokat kivárni, de a lényeg az, hogy az önkormányzat túljutott ezen a legnehezebb perióduson, ehhez képest az útépítés egyébként szerintem semmiség lesz, és 1/1 tulajdonosai vagyunk most már az úthoz szükséges területnek, tehát a földhivatal bejegyezte a tulajdonjogunkat. Viszont
Ugye amíg ez nem történt meg, addig csak feltételes építési engedélyünk volt, és ahhoz kötődően több engedélyt csak most lehet megkérni az építési engedély hatályosulása pillanatában, ugyanis ki kellett várni, hogy a földhivatal a tulajdonjogot beegyezze. Most lett a feltételesből hatályos építési engedély a második szakaszra, és most kell még két a hatályos építési engedélyhez kötődő további engedélyt beszereznünk. Az egyik a vízjogi létesítési engedély, amelynek ugye feltétele volt, hogy meglegyen az építési engedély hatályos formában. Ez folyamatban van, már korábban elindítottuk, de ugye addig nem lehetett erre megkapni a pecsétet, amíg az előbb említett engedély jogerőre nem emelkedik. És a másik egy 0,4 kV-os vezeték kiváltásához kötődő engedély. Ezeknek is az engedélyezési eljárása folyamatban van. Az erdőterületek végleges kivonása is csak most vált lehetőséggé. Ezt a Pest megyei kormányhivatal földművelésügyi és erdőgazdálkodási főosztályánál kell kezdeményeznünk. Ehhez már minden dokumentációt leadtunk, egy részletes szakmai tervet kell ilyenkor készíteni, fakitermelési tervet, humuszgazdálkodási vizsgálatot, humuszgazdálkodási tervet. Nagyon összetett feladat, ezeknek is ennek a dokumentációnak is a benyújtása megtörtént, és a határozat is tudomásunk szerint már aláírásra került, és postázzák. Tehát megkapjuk az engedélyeket. Ami magát a beruházást illeti, a közbeszerzési eljárást, egy keretközbeszerzési eljárást lefolytattunk. Szeptember végén a keretközbeszerzési eljárás nyerteseivel szerződést kötöttünk. Most amint az építési engedélyek és minden hozzá kapcsolódó engedély jogerőre emelkedik, meg tudjuk a velük való konzultációs eljárást is indítani, amelynek az időigénye nagyjából egy hónap. Várhatóan ennek az eljárásnak december közepén, január elején lesz vége, akkor fogjuk tudni megkötni a kivitelezésre vonatkozó szerződést a Ferihegyi út továbbépítésére. Ennek megfelelően az útépítés 2017-ben fog megvalósulni. A műszaki tartalomról csak néhány szó. Egy 1,76 km hosszú útszakasz fog megépülni a második ütemben, 7 méter széles új útburkolattal, hozzátartozó szikkasztóárkokkal, közvilágítással, és rengeteg új kreszttáblát kell kihelyezni. Az erdőt, az útba eső erdőt, azt ugye ki kell vágnunk, de már ugye az önkormányzat, mivel kötelezte erre a hatóság, már egy új erdőt, a kivágandó fák sokszorosát telepítette a kerület egy másik pontján, de még ezen kívül további 262 fát fogunk ültetni ennek a projektnek a keretében, tehát a fák sokszorosát fogjuk újra ültetni az útépítés kapcsán kivágandó fák pótlása érdekében. Tehát így állunk ezzel a fejlesztéssel, mondhatom, hogy célegyenesben vagyunk, és most már gyakorlatilag lassan minden a rendelkezésünkre áll. A pénzünk megvan, ott van az önkormányzat számláján, most már csak meg kell építeni az utat, ha minden engedély a birtokunkban lesz. A másik nagy szimbolikus célja volt az elmúlt 25 évnek a Cinkotai út és a Keresztúri út összekötésére vonatkozó útépítés, amelynek a tehermentesítő jellegét mindannyian ismerjük, hiszen a Pesti útra nehezedő nagy forgalmat tudná részben elvinni ez az új útszakasz. Most, hogy a Ferihegyi útnak az ügyes-bajos dolgaival megbirkóztunk, most az önkormányzat ráfordult erre a fejlesztésre is, és elindult a szabályozási terv készítési folyamat, amely jelen pillanatban is zajlik, éppen most tárgyalt a Városfejlesztési Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság. El kell döntenünk a nyomvonalat. Két nyomvonal alternatíva volt a Keresztúri út és a Cinkotai út összekötése kapcsán. Volt egy rövidebb, meg egy hosszabb. A rövidebb nyomvonalat azt nem támogatta, gyakorlatilag megvétózta a Duna-Ipoly Nemzeti Park, amelynek ugye hatósági joga, törvény adta joga ebben a kérdésben állásfoglalni.
Ugye arra vonatkozólag adta ezt a tiltó állásfoglalást az ott lévő növényfajok, ugye a rákospataknak a természeti környezete miatt ezt a nyomvonaltervet, ezt a valamivel rövidebb nyomvonaltervet nem engedélyezte, illetve csak úgymond lábakra állítva magaslati nyomvonal vezetéssel lehetett volna ezt megvalósítani, ami tudjuk, hogy költségét tekintve irreálisan sok. Ezért egy másik nyomvonalat hagyunk jóvá most majd a szabályozási tervben, amelyet most már a Dunaipoly Nemzeti Park is, mint hatóság jóváhagyott. Ez a meglévő Rákospatak híd bővítésével kötne be a Keresztúri útba, a Cinkotai felől, ugye a Vidor utca meghosszabbításával, a Határhalom utcánál, és ez úgy néz ki, hogy reális is, és a tulajdonjogi viszonyokat tekintve is kezelhető mennyiségű kisajátítást tartalmaz. Természetesen itt is kell minden hatósággal egyeztetnünk, már a Budapesti Közlekedési Központnak is megszereztük a támogató véleményét, tehát úgy néz ki, hogy ennek a nyomvonalnak nem lesz akadálya. Itt is végig kell menni a kisajátításokon, vagy a kisajátítást helyettesítő adásvételeken. Bár még a szabályozási terv ugye nem lett elfogadva, amely a végleges nyomvonalat pontosan tartalmazza, de már most tudjuk azt, ugye, hogy hol fog menni a nyomvonal, ezért már most fölvesszük a tulajdonosokkal a kapcsolatot, és tárgyalunk velük, hogy majd amikor a szabályozási tervet elfogadtuk, és hivatalos nyomvonal van, akkor négyzetméterre pontosan meg tudjunk állapodni rövid időn belül arról, hogy az önkormányzat ezeket a területeket megszerezze. Tehát a nyomvonalnak a biztosítása, én azt gondolom 2017-ben itt is megtörténik, és az én ambícióm az, hogy erre a szakaszra is az építési engedélyt 2017 végéig megkaphatjuk. Azt követően pedig a következő nagy feladat, de nyilván ez egy 1 milliárd forintot elérő, azt valamivel meghaladó fejlesztés lehet, hogy ennek a költségvetési hátterét is biztosítsuk. Én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy egyrészt saját forrásból és külső egyéb forrásokból is kapjunk rá anyagi támogatást. Fővárosi önkormányzattal is szeretnék ebben együttműködni. Remélem, hogy tudok ebben eredményesen eljárni. 2018-ban szeretnénk megkezdeni ezt a fejlesztést is. És 2019 őszén, amikor a ciklus zárjuk, már reméljük, hogy készen lesz. Ez a választási programunkban is elhangzott ígéret, amit igyekszünk betartani. Tehát így áll ez a két fontos közlekedésfejlesztési projekt, erről szerettem volna elsőként tájékoztatást nyújtani. Egy másik fejlesztési csomagról szólnék most, a térközpályázatok, amelyek ma a testület napirendjén szerepelnek. Két fontos fejlesztést tűztek ki, újabb fejlesztést tűztek ki magunk vagy elénk, ez pedig egy kerékpáros jellegű fejlesztés, és a másik pedig Rákoshegyet érintő beruházás. A kerékpáros fejlesztés a meglévő hálózatunk bővítését célozza, mégpedig két kerület, a 16. és a 17. kerület közötti kapcsolatot teremti meg. A Szilaspatak menti kerékpárút és a Rákos menti kerékpárút összekötését szeretnénk megvalósítani a Naplás út és a Naplás tó mentén. Ennek a pályázatnak a segítségével. Ez a kerékpárút gyakorlatilag a Naplás út mellett, az út két oldalán menne végig, és azt követően pedig a lakott terület elhagyása után pedig a két kerékpárút egyesülne, és menne tovább a Naplás út, vagy tó irányába, ott pedig bekapcsolódna a 16. kerület által építendő kerékpárútba. Itt is természetesen közvilágítást építünk, és bővítünk a lakóterületen kívüli szakaszokon pedig, ahogy ezt a Szilaspataknál is már lehetett látni, napelemes üzemeltetésű világítás telepítésére kerülne sor. Ennek a pályázatnak a benyújtása most fog megtörténni hamarosan. Nem tudjuk pontosan mennyi forrás nyerhetünk rá ezen a térközpályázaton, de amennyiben rosszabb lesz a költségvetési kondíció, tehát kevesebb támogatást kapunk a megcélzotthoz képest, akkor önerőből is készek vagyunk ezt további forrásokkal kiegészíteni. Ugyanez igaz a Rákoshegyi fejlesztésekre. Rákoshegy kapcsán mondhatom, hogy megint egy 25 éves álmot próbálunk végre tető alá hozni, a szó szoros értelmében is.
Ugyanis legalább negyed évszázada kérik a rákoshegyiek, hogy legyen egy méltó közösségi háza ennek a városrésznek. És a Podmaniszki Zsuzsanna utcában található egykor lakáscélú ingatlan helyett egy méltó előadóteremmel és kulturált közösségi terekkel jöjjön létre egy új épület. Még 2006 előtt az akkori önkormányzati vezetés is foglalkozott ezzel a témával, elkezdte tervezni, megbízott egy építészi irodát, de a tervek végül nem készültek el, megakadtak, és az egész folyamat leállt, és talán azt tudják, vagy emlékeznek egyesek arra, hogy ez a Kép utcában a Kép és a Szilárd utca sarkán a víztorony melletti önkormányzati telken valósulna meg, ott álmodták meg. És most ezeket a terveket indítottuk, vagy a tervezési folyamatot indítottuk újra, és ezt a pályázatot szeretnénk megvalósítani. Rákoshegy amúgy is gyakran jelzi felénk, hogy a fejlesztéseket lehetne még intenzívebben ott megvalósítani, például a repülőtéri telekadó segítségével. Ennek a beruházásnak is részben ez lesz a forrása, részben a pályázat, részben pedig az önerőnk keretében ehhez is nyúlunk. Mi valósul meg? A Rákoshegyi Közösségi Ház új épülete a víztorony mellett egy 120 fős előadó termet fog majdan tartalmazni, amihez előcsarnok büfé is tartozik, hozzá kerthelyiség, és a klubszobák, infopult, ruhatár, raktár is lesz még ebben az épületben. Tehát egy valódi, modern közösségi ház. Ma Magyarországon nem divat ilyen típusú épületeket építeni, nem kifejezetten ez a prioritás. Mi azt gondoljuk, hogy a közösségépítés érdekében, ami ennek az önkormányzatnak deklarált célja, ez nagyon is jó befektetés, az emberi erőforrást támogatja, és ennek érdekében történik, és ezt meg szeretnénk valósítani szintén ebben a ciklusban. A pályázat akármennyit ad hozzá, mi ki fogjuk egészíteni saját forrásainkkal. De nem csak az új épületet tartalmazza ez a pályázat, hanem mellette még szeretnénk megvalósítani a Szent István térnek a további fejlesztését és rendezését, parkolók építését, a zöld felületek fejlesztését, a vízvezetési problémák megoldását. Ez is része ennek a munkának, és a víztoronynak az épületét is szeretnénk egy picit felújítani, ugye szimbolikus épülete ennek a városrésznek. Tehát ez a mai napirendünknek egy nagyon fontos tárgya. Szeretnék még szólni, és röviden, úgymond ilyen monitoring jelentés formájában tájékoztatást adni a képviselőtestületnek arról, hogy zajlik Rákosliget városközpont fejlesztése, épül, ugye már sokat emlegetett lakóház és üzletház, a 8. utcai volt iskola épület helyén, és szeretnénk arról nyújtani tájékoztatást, hogy a közérdekű kötelezettségvállalások hogyan haladnak, amelyeket a beruházó vállalt szerződésben az önkormányzat felé. Elsőként ugye megtörtént a 15. utcai sportpálya zöld felületének rendezése, két új kosárlabda palánk kihelyezése. Jövő évben egyébként még a kosárlabda pályának a burkolatát is, bár nem ígérte meg ebben a szerződésben a beruházó, de meg fogja valósítani. Megkezdődött a parkolóhelyek kialakítása. A Hősök tere környezetében 22 új parkolóhely már készen van. Szintén ugyanitt a díszburkolatú járda részben már kiépült, ugye egy X fog itt kiépülni, tehát a meglévő járdát is hasonló minőségben fogják felújítani. Folyamatban van a Ferihegyi úton a további parkolók létesítése, aki arra jár, látja, hogy tényleg nagy teljesítménnyel dolgoznak a munkások, és hamarosan ott is készen lesznek ezek a parkolóhelyek. A pavilonokkal kapcsolatban jövő év elején szeretnénk lépni, amint a beruházás elkészült. A Hősök terén le fogjuk bontani ezeket a pavilonokat, ami a célunk, hogy egy egységes térszerkezet jöjjön létre, helyüket parkosítani fogjuk, és azt gondolom, hogy egy minőségi változás fog majd tapasztalni, aki arra jár, egy szép és rendezett új tér jön létre. A folytatásban szeretnék még szólni két olyan sport célú fejlesztésről, amelyet a
gyermekeknek valósítottunk meg. Az első a Körösi Csoma Sándor általános iskola és gimnáziumban egy tornapadló fejlesztés, ez is az előző testületülés óta történt, és valósult meg, és adtuk át. 20 millió forintot költöttünk a keresztúri kosársulival egyetemben ennek az új NB1-es minőségű sportpadlónak a kialakítására. Ebből 13 millió forint volt TAO forrás, amelyet az egyesület szerzett, és hozzá önkormányzat 7 millió forintot tett. A diákolimpiát rendeztük meg ezen a pályán is, a jövőben is szeretnénk a fiataloknak számos jó sportolási lehetőséget itt biztosítani. Szintén sportfejlesztés volt a Bobita Vodában, egy sportudvart építettünk, több mint 4 millió forint értékben, ezzel a mozgását szolgáltuk a 3-tól 6 évig terjedő korosztálynak. Tisztelt képviselőtestület, a legutóbbi testületi ülésünk óta elindult az időseknek szánt ingyenes tanfolyam csomag, és szeretnék néhány szót szólni róla, mert fantasztikus érdeklődés mutatkozik meg a dolog iránt. Én nem is gondoltam volna, hogy ilyen sokan fognak jelentkezni. A nyelvoktatásra, amely ugye alapfokú német, alapfokú angol, és van haladó német és hangó angol, 194 fő jelentkezett, míg a számítógépes tanfolyamokra 325 fő. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy nagyon betaláltunk ezzel a programmal, és szeretnénk is a jövőben minden jelentkezőnek a lehetőséget biztosítani, ha nem is rögtön azonnal, ahogy a férőhelyek ezt adják, hogy elkezdhessenek ilyen módon is tanulni. Az élethosszig tartó tanulás egy fontos cél, és számukra ezt biztosítani kívánjuk. De ugyanilyen büszkén mondhatom, hogy a közismereti előadások is elindultak, és azok is nagy népszerűségnek örventek. Az első ilyen program október 7-én Tariska Péter neurológus részéről hangzott el. Címe az volt: Befolyásolhatjuk a feledékenységet és mentális hanyatlást időskorban. Több mint 300 idős jött el és hallgatta meg az előadást. Monspart Sarolta lesz a következő november 4-én, aki az aktív időskorra próbálja majd felhívni a figyelmet, és hogyan kell érte tenni, erről fog beszélni. Váratlan ott is nagyon sokan meg fognak jelenni. Zárásképpen még annyit szeretnék hozzátenni ez a témához, hogy a tüdőgyulladás elleni védőoltásra vonatkozó kérelmek is érkeznek már be. Ezeket most regisztráljuk, az oltóanyagot is beszerezzük, és elindul az időskor támogatása érdekében ez a projekt is. És a legutolsó mondandóm pedig az, hogy hétfői nappal megnyílt az étterem a polgármester hivatal mellett újra. El se hinnénk, de igaz. Az önkormányzat egy eredményes pályázatot bonyolított le, és a pályázat nyertese Marcsa néni családja Kft. Lett. A Marcsa néni éttermet bizonyára ismerik többen a Pesti út mellett. Ők költöztek most át ide a hivatal mellé, és hát a terveikről azt majd biztos el fogják mondani, vagy nyilatkoznak talán itt-ott hagyományos ízek mellett. Egy ilyen pikante vonal lesz jellemző, a mediterrán ízvilág, görög, olasz, francia, amerikai, mexikói ízek. Szerződés alapadatai: 5 évre kötöttünk béleti szerződést. Az első évben 300 000 forint plusz áfa per hó a bérleti díj, ez évente 50 000 forinttal emelkedik, és hát bízunk benne, hogy ki tudják termelni, és hát csak arra tudok bátorítani mindenkit, hogy próbálja ki, mert biztosan finom lesz. A képviselőtestületnek nagyon köszönöm a figyelmét.